író-olvasó találkozón vehettek részt az érdeklődők az Ady Endre könyvtárban. Závada Pál olvasott fel legújabb kötetéből az Apfelbaumból, melyet énekel kísért Rajk Judit művésznő. Felcsendültek korai keresztény és gregorián énekektől kezdve kortárs dalok is. Elmondta, hogy nem idegen számára, hogy a szöveg és a zene közeli kapcsolatban állnak egymással. Nagyon könnyű helyzetem van, mert hogy ott a szöveg, és azon kívül a zeneszerző mellé tett egy dallamot, ehhez már csak az én gondolataimat, lelkiségemet, jó kedvemet vagy rossz kedvemet, tehát a pillanatnyi hangulatomat kell még hozzátenni, és hát megvan. Az Apfelbaum 20. századi történelmi színekben mutatja be Madách Imre ember tragédiájának szereplőit. Apfelbaum Ádám nagy utat jár be. Nagyváradról indul és Berlinbe jut. A történet 1937-ben kezdődik, és a II. Világháborút megelőzően visszatér, majd a főhős nagy traumák részese lesz. Nem mondom, hogy csak elszenvedője, mert közben ő azért meglehetősen erőteljes módon tettese is mindannak, ami történik, és egy nehéz és bonyolult életutat fut be, és ezt próbáltam a különböző időmetszetekben megmutatni az ő mindenkori társaival. A történet végül eljut az 1989-es berlini fal leomlásáig, innen ered az alcím, Nagyvárad, Berlin. Závada Pál hozzátette, a verses regényben a 20. század rettenetes történeteinek különféle jeleneteit ábrázolja. A könyvtárban az Apfelbaum mellett kölcsönözhetőek korábbi kötetek is a Kossuth Díjas írótól, a többi között az Ember tragédiája 2.0, melynek egyik alkotója volt. Tehát ismeretlen érzés száll szívedbe?